We shall work collectively to protect the Union's external borders. You are doing your part in this work, I know. You also know that we do not always agree with the means used. While walls are temporary solutions, you have seen yourself that this only serves to divert flows or escalate tensions. And I think you all agree with me that violence is not the solution either. Életüket kockáztatják. De nagyon sok problémát jelent az. The majority of people arriving in Europe are Syrians. They are people in genuine need of our protection. There is no wall you would not climb, no sea you wouldn't cross if you are fleeing violence and terror. I believe we have a moral duty to offer them protection. It is a duty inscribed in international and European laws. It is a duty grounded in our principles. For me personally, this is also a Christian duty. Nagyon sokan bizarnak és megdöbbentőnek tartom, hogy a nemzetközi politika egyes megbecsült szereplői olyan emberek oldalára álltak, akik órákon keresztül kövekkel és betondarabokkal dobálták a magyar rendőrséget. Tudunk a későbbiekben tenni. Köszönjük azt a segítséget. És azt is szeretném nagyon világossá tenni. Érjen bármilyen kritika ezek után, hogy ilyen agresszív embereket Magyarországra soha nem fogunk beengedni. Még átutazás céljából sem. Magyarország meg fogja védeni magát, és a magyar rendőrség meg fogja védeni Magyarországot, és meg fogja védeni a határt. Kapjunk is bármilyen bizarr és felháborító reakciókat még aznap vagy másnap bárkitől. Mi emberek egyik legnagyobb vívmánya, hogy Tehát Görögország külső határainak megvédéséhez hozzunk létre egy európai erőt, készen állunk, hogy masszív hozzájárulást tegyünk, és vegyük át a jordániai, libanoni, iraki és törökországi menekültáborok finanszírozását, ha kellenek új táborok, finanszírozzuk azokat, hogy emberhez méltó nemzetközi jogi konvencióknak megfelelő ellátást tudjunk biztosítani, és ehhez adjunk Európai Uniós finanszírozást. Készen állunk masszív hozzájárulás megtételére. Köszönöm.